Who's ready to do a little work today? Come on then, let's get to it. Na, hello pingvinek, itt Nessa, ez pedig a FIFA 17 Journey, folytatjuk Alex Hunter sztoriát. A Liverpool kezdő 11-ébe beverekedtük magunkat, de hát ott is kell maradni, úgyhogy egy kemény passzolás edzés következik. Hát magamat ismerve változó sikerességgel, de azért fejlődök. Na, nyomjuk! Igen, az afgán fiú beteszi középre, és a csatár! Ho-ho! Felső kapufás megmozdulás, ennél rosszabb ne is legyen. Ez a passz kapásból szar volt, a hosszúra rossz az átadás, Hunter elesik. Csodálatos. Az edző meg ordibál a partvonalról, bele süketülök úgy, de... jogosan... Kane? Kane az? Ja. Harry Kane az edzőstársunk. Aki mondjuk versenyben van velünk a kezdő 11-ben elfoglalt helyér, úgyhogy lehet, hogy nem kéne vele ennyi gólt rugatni. Direkt rúgtam fölé, így van. Érdekes, hogy a helyezett lövések egyébként sokkal jobban bemennek tréningen, de meccsen mindig az megy be, amit erőből lövök. Amit helyezek, az mindig belemegy a kapusba valahogy. Na mindegy, kaptunk egy ötöskét. El Rondo, nyomjuk tovább. Egy kis cicázás, hogyha jól látom. Nem is volt még ilyen edzés, vagy legalábbis én nem emlékszem rá, hogy lett volna. Ó, hát ez tök jó, miért nem volt eddig ilyen? Hát nagyon jól nyomom. Hát ez tök jó. Egyébként én nem tudtam, hogy a cicázást elrondónak hívják angolul, de most már tudom. Pedig benne van a FIFA-ban jó ideje. Ez az edzéstípus, de valahogy sose jutottam el idáig. Hát, hogy kevesebb pofázás és több koncentrálás az eredményre vezetne. Gyorsan! Megvan! Basszus! Ne már! D! Hát ezt újra csinálom, ez túl jó. Ez tök szórakoztató, csak ezzel el tudnék játszani egy darabig. De miért kaptam ilyen kevés pontot vajon? Komment szekció majd biztos segít, de hát tök sokat passzoltam. Ahhoz képest, hogy ilyen kevés pontot ad a játék, érdekes. Ja, hogy meg kell várni, míg lejár az idő, akkor kapok sok pontot. Jó van, akkor megpróbálok figyelni, mert most jól elbénáztam a lehetőségeimet. Úgy. Így! Üresbe. Ezek az edzés videók, amik felkerülnek a netre, biztos láttatok már ilyet, hogy reál tréningen kifűzött be kit, meg mekkora bőrösöket adnak egymásnak a világsztárok, az tök jó. Tudom, hogy egyesek unják, de én rendkívül szórakoztatónak tartom, úgyhogy egy utolsó próbálkozást adunk neki. Mert azért jó lenne, hogyha nem egy kettessel fejezném be ezt a cuccot. Át kéne fűzni a csatárt. Valahogy nem lehet kötényt adni? Na hát, jó van, Nessai. Ne a kötényen gondolkozz, hanem hogy 15 másodpercig bír csinálni ezt a szart. Az ember úgy érzi, hogy tök jó ebbe, aztán hát kiderül, hogy pontszám alapján nem annyira. De most eddig jó. Baszki, még 27 másodpercet ki kéne bírni? Ez kemény. Ej, ez necces volt. Gyorsan! Gyerekek, hát Istenem, Alex Hunter! Hát nyilván a néger rontja el. Szerencsétlen, Nessai, ne legyél rasszista még viccből. Fé! Spori! Ja, hogy nincs spori. Hát fölrugott a parasztja. Utolsó próbálkozás, 5 másodperc. Úgy. Ez most már meg kell legyen. Hát, cé. Jó, nem tudok elrondózni, srácok, lányok. Ebbe ennyi volt. Ügyes voltam, edzőbá? Hát ezzel a C betűvel nem lesznek rám túl büszkék. De, megerősítettük a helyünket a csapatba. Zsír. Na, haladunk tova. Story. Edzőbá. Pisilni kell. Alex. No need to sit, this won't take a minute. Just wanted to give you a heads up, you'll be in the stands for our next FA Cup Me? What? FA Cup matches aren't like anything you've ever played in before, lad. It's all blood and thunder out there, and we're going with experience here to get a good start. Understood? Nem kerülök be a csapatba az FA Kupa meccsen, még a kispadra se ültet le.
lelátóról kell nézni a kupameccset. Hát mi a fasz? Hát a kupameccsen szoktak a fiataloknak lehetőséget adni. Ezt a parasztságot. És ez az a meccs, Chelsea ellen. De jó. Ja. Hát kösz. Legalább 1-0-ra nyertünk. Hát ez bunkóság volt, na mindegy. Jó meccs volt, élveztétek? Én is legalább annyira. Na bajnoki, az Arsenal ellen. Ott vagyok a kezdőbe. Játszunk ma csak Hunterként, mit szóltok hozzá? Az kell a kis változatosság. 29-es mez szám ott villog a hátunkon. 7. helyen vagyunk a bajnokságban, nem valami jó. De nyomjuk! Liverpool-Arsenal, rangadó. Úgyis többen megszóltak, hogy úgy nézek ki, mint Olivier Giroud. Most legalább a pályán is találkozhatunk vele. Itt egy elhalt szerelési kísérlet egyelőre, de hát nekem nem is ez a dolgom, hanem hogy elkérjem a labdát. Már indulok is. Micsoda kiugratás, egy az egyben, Alex Hunter. Hát ezt gyakoroltuk edzésen. Ez mi volt? Hogy? Hát direkt helyeztem. Fölé mellé. Kapcsoljuk meg Alex Hunter-t. Szép volt, fiam, szakadjon rád valami, ami fáj. Mondjuk egy tűzoltóautó. Vagy valami. Na hát, 5,6-os értékelés, jó kezdés, bassza meg. Ezért nem játszok csak Hunterrel. Mert béna vagyok. Rég fifáztunk most, az elmúlt napokban, hetekben egy kicsit kimaradt. Na de majd most, kérem a labdát, meg is kapja Alex Hunter. Hunter, micsoda cselek? Hát Ronaldinho megirigyelni, és egy jó passz tovább. Kérem vissza Coutinho-tól. Lövőhelyzet, Hunter! Hát, legalább próbálkozok, jó? Legalább próbálkozok. 10. perc, Liverpool-Arsenal 0-0. Elneni a labdával. Elneni, a néger fiú kiteszi a még négerebb társának, Oxlade Chamberlainnek a szélre. De Buzi, ismerős arcok, ugye Ultimate Teamből. Jó a szerelés, jöhet a Liverpool, Coutinho, a kis brazil keverget a szélen. Jön középre a labda, Bernard, Lucas, Hunter kéri. Pocsék labda, tehát szégyen, letöltendő börtönnel büntetném ezt a megmozdulást. Semmi gond, még meg lehet a fejes, ott is a labda, Lucas. Leteszi Hunternek, Hunter, ne legyél önző fiam, tovább Bernardhoz, Bernard. Ki a szélre, Coutinho, Hunter üresen mozog középen. Moreno Coutinhoval játszik össze, Lucas, kérem a labdát, Moreno visszateszi Hunternek, lövőcsel nem jön be. Hunter megint elrontotta. Hát ezt a fiút le fogják cserélni, ha így folytatja. Alexis Sanchez egészen mélyen jött vissza védekezni, és indítja Giroud, Hunter közben lesről fut vissza, ezt a kamera nem látja, de higgyétek el nekem. Sturridge. Kiszorult a szélre, hiszen fantasztikus csatár van középen Alex Hunter személyében, aki önzetlenül tovább teszi a labdát, de hát a helyzet ezzel el is baszódott. 5,7. Hát nem tudom, mikor játszottam ennyire fosul utoljára, de még hosszú a meccs, a 22. percben járunk, és Liverpooli bedobás. Stewart. Hunter középen, Sturridge. Lesz-e beadás? Ez a kérdés. Sturridge. Visszateszi a labdát. Lucas, majd Stewart újra. Gyorsan jár a labda. Hunter kéri. Hunter meg is kapja, Hunter be tud-e fordulni, Hunter lövő, hát megnyomtam a lövést, hát megnyomtam a lövést, hát úgy nézek én ki, mint egy fogyatékos, ne válaszoljatok erre a kérdésre, de hát megnyomtam a lövést, és nem történt semmi. Föl és le vagyok háborodva egyszerűen. Mesut Özil közben a szélen megíramodik, és helyzetben az Arsenal, a török néger fiú pedig szabálytalanul szereli Mamadou Sakho, a csodálatosan frizurázott néger fiatalember. A játékvezető sárga lappal díjazza ezt a megmozdulást. Talán a 16-oson kívül történt az es... Nem, 11-es. Hát, a bokámat lefosom. Alexis Sanchez a labda mögött. Jaj, Alexis Sanchez nekifut. Nagyon cseles a fiú, és... Ez mi volt? Ez mi volt? Mi a fasz volt ez? Agygörcsöt kapok. Sanchez megaláz. Oda nézzetek. Az afgán fiú neki fut egy kis totyogás. Ez hogy nem védtett ki, főnök? Hát lehet, hogy én egy fos vagyok, de a kapusra ez duplán igaz. 1-0-ra vezet az Arsenal a 30. percben Alexis Sanchez 11-es góljával. Hát a szokásos mondás ezúttal is érvényes, miközben nem tudtam átvenni a labdát, de legalább megszerzem, hogy szar van a palacsintában. Sturridge, Hunter. Ki tudja cselezni a védőjét? Nem, de visszateszi a labdát okosan. Micsoda összjáték, Bernard.
Coutinho kérje bal szélen üresen, Lucas Coutinho felé. Talán egy szöglet. Mondom én, és a játék ez szerint folytatódik. Coquelin fogja helyett, kivégzi a Coutinho volt a végrehajtó, nem láttam, elnézést kívánok. Vissza a feladóhoz, Coutinho, Hunter kéri a röviden, Hunter átveszi, és lő, Alex Hunter! Csemege csehnek, de legalább az értékelésünk fölfelé kúszik szépen, de lassan. Alexis Sánchez, le kéne követni a szélem, egy orsa fiú. Mesut Özilhez további, a húzott szemű török-német fiú befelé cselez. Özil, jó a szerelés, jöhet a Liverpool, Lucas. Hunter elő üresen, de Lucas nem adja, egyelőre Alberto Morenoé a labda. Közeldünk az első félidő végéhez. Lucas, Bernard, Hunter. Jó az összjáték. Stewart. Coutinho üresen a bal szélen továbbra is. Kéne egy átadás. De hiába. Hunter megkapja középen. Alex Hunter. Coutinho a szélen. Jó a továbbítás. Coutinho. Hunter kéri Coutinho-tól. Meg is kapja. Hunter tovább teszi Lucasnak. Micsoda összjáték. Coutinho középre. Hunter nem tudta megszerezni a labdát. De az összjáték szép, jár a labda lábról lábra, csak nem sikerül befejezni a támadó harmadban az akciókat. Semmi gond. Első fél idő, ugyanennyi időnk lesz még javítani a másodikban. Arsenal Liverpool 1-0. Az összefoglalóra nem vagyunk kíváncsiak, mert nem sok szép dolgot láttunk. Nyomjuk tovább egyből. Kezdi a Liverpool a második játékrészt. Lovren, Lucas. Sokat van játékban a fiú, Stewart, Bernard. Jöjjünk előre, kicsit húzzuk föl a csapatot. Moreno, Hunter kéri tőle középen. Megkapja Hunter, próbálja visszatenni. Nagy az ellenállás ott középen. Coutinho megfordul. Hunter kéri, Sturridge teszi tovább Hunternek. Hunter nem tudja megforgatni a védőt. Szakadjon rád egy mestergerenda. Hunter kéri meg, Hunter rövid a labda, és miért az én hibám? Miért tőlem vonsz le pontot, amiért a csapattársaim nem tudnak passzolni? Klein. Klein megfordul, Hunter kéri elől. Istenem! Szarul kérem a labdákat, elkezdtem kapkodni, az sose jó. Ellenben rohadt rossz. 53. minutum, telik az idő, még mindig az Arsenal vezet. Özil a szélen. Klein szépen szerel az angol fiú. Csere következik az Arsenalban. Méghozzá Oxlade Chamberlain jön le, és érkezik a helyére. Theo Walcott, az angolok örök reménysége, aki soha az életben nem fog elérni semmit. Elnézést az Arsenal szurkolóktól. Közben Liverpooli csere is történt. Hála az Istennek nem minket, hívott le Mr. Jürgen Klopp. Gipsz a széle, jó a csel. Giroud, ő veszélyes fejjel, azért azt tudjuk. Jöhet az újra próbálkozás. Gipsz, Sánchez felé, jó a szerelés. Milner, kontrázunk, gyerekek, kontrázunk. Hát ott kérjük elő ketten. Klein. Méteni a Klein. Annyit gondolkozik, mint egyetemista fiú a könyvtárban, ami a faszt keres itt. Lucas, Alex Hunter ez tovább. Egészen mélyen jött vissza a fiú. Moreno. Hunter. Lucas, vissza Hunterhez. Coutinho kéri. Az egy jó labda, ne baszd el! Hát hiába kértem elbaszta, de mindegy. 1-0 még mindig. Szomorú valóságot lássuk magunk előtt. De legalább elkezdtünk letámadni. Hunter! Megzavarta a középső védőt, úgyhogy bedobással jöhetünk. Ugye Arsenal csere, Coquelin jön le, a helyére pedig nem más érkezik, mint Aaron Ramsey. Ramsey. Sturridge, Hunter, Milner. Kérem a labdát, Bernard. Hunter elkéri, tovább itt lövő helyzet, Coutinho gól! Jövök debelni! Jövök én! Jövök bizony! Összepacsizik a mesterrel. Alex Hunter gólpasztat. Coutinho pedig példásan fejezi be az akciót. Egyenlít a Liverpool. Micsoda szerelmes történet a partvonal mellett a Liverpool játékosaitól. Nézzük, a visszaheces Bernard leteszi Hunternek. Coutinho bemozog. Remek észrevétel és kapásból pöcizi a hosszú sarokba a labdát. Gyönyörű. Oscar díjat érdemelne az alakítás. Nézzük, ahogy repül a bogyó. Megállíthatatlanul a hálóba. 1-1. És cserél a Liverpool egyébként a hangos bemondó elmondása szerint. Majd kiderül, hogy kicsodát, egyelőre a közönség Philippe Coutinho-t élteti. Azt nem mondta, hogy én jöttem le, megveszek. Hello?
Alex Huntert lecserélték. Hát ezután a gólpassz után hogy lehetett lecserélni? Az a buzi Harry Kane érkezik a pályára. Leszimuláljuk a maradék meccset. Borzasztó, hogy ez megtörténhet a mai világban. Egy-egy lett a vége, hát ez is azért van, mert lecseréltetek. Kapjátok be. 7,4-es értékeléssel zártunk egyébként, úgyhogy ez nem rossz. A statjaink továbbra is 70-hez konvergálnak. Folytatjuk tova. Story. Sponzor. Első sponzor. 200 000 követő. Ki vagy, Morci? Hát biztos ez a hülye menedzserünk az. What's up, Michael? Super Alex Hunter. And the legend. Hey, Jim, how's it going? We're working. Oh, yeah, a little performance analysis. This won't take long. Na mondjad, mennyi Dellát hoztál? Never had that in your day, eh, Jim? These are sick! Hoppá! Csuka! Which one's your favorite? Fehér! Több is van. Ja, nem csak kettő. A világ életemben fekete csukáim voltak egyébként. Nem tudom, ti melyiket kedvelitek. Kedvenc cipő linkek vagy képek jöhetnek a kommentek közé. Én mindig ezeket a feketéket szerettem, de most akkor a játék kedvéért legyünk fehérbe. Nice one. Kis Adidas reklám. You to wear them. What do you think of that? Amazing. You ever wear these boots before, Alex? No, but all the lads are wearing them. Give them a whirl. If you like them, it'll be a nice little bonus for wearing something you're gonna need anyway. Am I right? Right. Jó van. Anyway, I can see you're busy. I bet be taking. Yeah, I'll let you out. Kösz, főnök! Ha a gólokat is jobban rúgja, akkor jó lesz az új cipő. Dől a Della, jön a szponzor. Burly no-nonsense forward. Brave as a lion, excellent first touch. 22 goals, 1968-69, wow. Játékkártya. Traded all my other cars for it when I was 8. Was, hoping you'd sign it for me, but, I want you to have it. Nem is olyan rossz arc ez a... Thank ez a kis menedzser. Odaadta a játékkártyát a nagyfaternak, amin saját maga szerepel. Ez tetszik, ez aranyos volt. He's alright, isn't he? Yeah. Alright, put that away, let's finish on this DVD now. Egyébként analizálják a srác teljesítményét a tévén. Micsoda családi... See what I was telling you before? Micsoda családi program. There. Ez jó volt. Újabb mérkőzés, Hull City, Liverpool. Lássuk. Kezdőcsapat, nagyon jó. Játszunk akkor most az egész Liverpoolként. Mert azért győzni kéne, meg ezt nem tűrhetem, hogy itt lecserélnek ilyen Harry Kane-ekre. Úgyhogy kezükbe vesszük az irányítást pingvinek. Lássuk a medvét. Hull City, Liverpool. Hát ez sima győzelem kell, hogy legyen, úgyhogy megpróbálom összeszedni magamat. Elkezdi a mérkőzést, csodálatos a gyepnek a nyírása, tehát akut rákot lehet kapni tőle, ahogy itt a pályabírók lenyesték ezt, de mindegy. Lovren megszerzi a labdát, úgyhogy nyargalatunk előre. Bernard, Coutinho, Hunter a szélen kéri a társ, Sturridge meg is kapja, micsoda összjáték, üresen középen a társ, Bernard! 1-0! Ennyi! Nem kell itt Hunterkedni, meg időt húzni, debelni kell, bassza meg! 1-0. Már is vezetünk, nem telt el szinte semmi idő az első támadásunkat. Befejezzük, bár a kapus megkérdőjelezhetően próbálta elhárítani ezt a fejest, de ez legyen az ő problémája. Hull City Liverpool 0-1. 6 perc játék után a világ leggyorsabb gólja FIFA-ban. Kis túlzással. Lucas. Rá pöccinti Abel Hernándezre, Jürgen Klopp pedig csodálatosan bepárásodott szemüvegén keresztül szemléli az eseményeket. Hunter, hosszú labda ki a szélre, Coutinho-nak a brazil fiú gyorsaságáról is ismert, ezért minden akadály nélkül befutja, csak elveszti félúton a bogyót, de visszaszerzi, úgyhogy építhetjük a támadást. Stuart, szép a letett labda, Kleinnak el kell lőni, hú! Egy arra szálló sirály tarkójá megpattant, úgyhogy sajnos... Itt a vége, fuss el véle.
legalábbis ennek a támadásnak, de 12 perc elteltével azt hiszem, hogy masszív nyomás alá helyeztük már is a Hull City-t. Coutinho a csel nem jön be, de marad nálunk a labda. Lukasz, az észrevétel jó volt, csak kicsit hosszú a labda, de a középső védőket annyira megzavartuk, hogy jöhessünk mi bedobással. Sturridge okosan vissza, Stewart, Klein, majd Sturridge, rövid volt a labda, jöhet a Hull. Egy gyors letámadással meg kéne bombázni ezt az akciót, a becsúszás rossz, van nedves gyepen, úgyhogy Abel Hernández meg is iramodik a szélen. Így jól átveri a védőket, és a beadás, hát a stadion buki, ahogy a klasszikus mondás tartja, már is Karius vezetheti elő a Liverpool akcióját. Bernard, megvan a fejes, tegyük ki a szélre, Alberto Moreno, Coutinhohoz továbbít, Coutinho a brazil fiú befelé cipeli a labdát, Alex Hunter kéri, és be is tudja futni. Teszi középre Coutinhohoz. Kicsit kevés volt oda a fiú magassága középre. Ismét Hull City kontratámadás kibontakozóban. Livermore. Kicsit megrángatják ott középen, de mehet tovább az akció. Robertson. Vegyük már el fiúk, azaz. Lukasz. Szép a szerelés. Matip jól ányult a labdának. Szavam is elakadt. Hull City bedobás. Jürgen Mester továbbra is bölcsen szemlélődik, Snodgrass, aki ugye már eligazolt a Hull City-ből, és máshol próbálja kamatoztatni a tudását, itt viszont most problémákat okoz, Huddlestone-nak készítette le, és hát a szemem is majdnem kifordult ettől a bombától, de hála Istennek nincsen gáz. Coutinho, sokadik csel, ezúttal bejön, Coutinho ketten rángatják, és végül elhal az akció az önzősége oltárán, Livermore. Kis Teghoyer reklám belefér, hosszú keresztlabda, ezt lefülelhetnénk. De hát nem gyűjt össze, viszont most megvan a labda, Lukasz. Stewart. Tovább Sturridgehoz, és jó a csel, Sturridge. Stewart kéri újra középen. Nyelvtörő, Sturridge-ot rángatják, előnyszabály. Lukasz. Bernard, Hunter kéri, kapja, Hunter! Hú! Azt mondja nekem, hogy pursát. Hát én oda tettem mindent, azért ott a lábak alatt szépen elzúgott ez a lövés. Okosan csinálta az öreg Alex. Laposan megpróbálta keresztbe ellőni, nem jött össze. Semmi gond, a 36. minutumban továbbra is vezetünk. Hosszú előre ívelés. Liverpooli ember talál. Coutinho. Hunterhez tovább, szép az összjáték. Bernard Coutinho üresen lövő helyzet. Coutinho 2-0. És a Deb. A brazil fiútól is megérkezik. Nincs kérdés, gyerekek, nincs kérdés. Liverpooli uralom, a drágább csapat jobban is teljesít, rászolgáltunk erre a titulusra. Coutinho átveszi, és 16-ról a felső sarokba jobbal becsavarja a kapust csak. Hát Trabant lápa pupillákkal kamillázik, hogy idézzek egy futball szakértőt az öreg Zsizi személyében. 2-0. Ellentmondás nem tűrően. Hajtunk a győzelem felé. Maloney teszi ki a szélre, azért a Hull City is szeretne beleszólni a három pont elosztásába. Úgyhogy támadnak előre. Livermore megpróbál megfordulni, és be is teszi a labdát, de túl sok ott a liverpooli védő ahhoz, hogy eredménnyel járjon. És Alex Hunter kap egy egész pályás indítást, amit meg is tudsz. Hoppácska, Spori! Hoppácska! El Mohamadi volt szabálytalan. Úgyhogy az első félidő derekán még egy szabadrugásból veszélyeztethetünk. Hunter közben piros lapot reklamál, de őszintén szólva senkit nem érdekel. Mi lenne, hogyha rácsűrnénk Hunterrel ezt a lehetőséget? Azért úgy a fán kedvéért így az első félidő végére. Alex Hunter áll a labda mögé. Nagyon megnézi magának az angol fiú, Alex Hunter a labda mögött. Istenem, nem akartam megnyomni a bal triggert. Lőni akartam, Alex Hunter! 42 yardról neki fut. Hát most ezt tegyük meg, hogy nem kommentáljuk. Az elképzelés jó volt, a labda sajnos nem a megfelelő irányba csavarodott. Fogjuk a játékosra meg a FIFA-ra. Hamarosan véget ér az első félidő, 3 percet hosszabbít a Spori. Az alatt már kétlem, hogy bármiféle galibát tudna okozni a Hull City, előnyszabály. Lovren. Kicsit erőszakosabb volt a kelleténél, úgyhogy talán ez is volt az első félidő utolsó megmozdulása. Még Dawson elvégezheti ezt a pontrugást. Hosszú felével és középre. Ajaj, és helyzet alakulhat ki Snodgrass. Jó van, Alberto Moreno a helyén volt, úgyhogy ezzel zárjuk az első játékrészt. Az összefoglalóra nem vagyunk kíváncsiak, és mire ezt kimondom, már el is kezdődik
A második fél idő. Hunter indítja útjára a labdát, egészen vissza Lukaszi. Remélem a FIFA 18-ban már az új rendszert bevezetik, és akkor nem kell két játékossal közepet kezdeni. Az ilyen apróságokra azért illik odafigyelni. Na de, lássuk a meccset tovább. Éppen egy rendkívül okos előreívelés a háltól. Hernández küzd a labdáért ott középen, és meg is tartja. Maloney meg tud fordulni három liverpooli középpályás gyűrűjében. Előnyszabály nekünk. Ez mindig jó. Coutinho, Lucas. Ezt nem épp oda akartam. Egy csúnya becsúszás. A Hull City átváltott agresszív kismalacba. Mondjuk két gólos hátrányba én is csak hisztizni meg rugdalózni tudnék, úgyhogy nem haragudhatunk rájuk. Maloney. Ki a szélre, Snodgrass, a hazai csapat sztárja, teszi tovább Mohamedinak, aki ott megküzd Coutinhoval a szélen, de azért úgy néz ki, hogy csak ki tudjuk hozni ezt a labdát a csúszós gyepen. Clyde, Sturridge, Hunter, rég volt a labda az ifjú fiúnál, de most Hunter megíramodik és indítja Sturridge-ot. Sturridge, vissza Hunternek, Alex Hunter, átteszi a jobb lábára, Hunter lő, hui! Nem akar összejönni a gól a fiúnak. Közben egy utólagos sárgalapos figyelmeztetés, ebben Hernándeznek azért, mert ronda a feje. Nem ezért, nem a külleme miatt kapta, hanem itt ezért az elkésett becsúszásért. Hát Lovren lába ketté tör, de valahogy mégiscsak folytatta a játékot. Örülünk neki, Lucas nyeri meg a fejpárbaj, de csak Huddlestone-ig tudja juttatni a bogyót. Ebben Hernández, Maloney, egészen hátra, Livermore, majd a Mohamedi szépen járatja a labdát, a Hull City helyzet lehet, hogyha át tudnak jutni a liverpooli középpályán, és eddig jól csinálják, az indítás is ott van, ahol kell, jön a beívelés, hui! Volt ott baj. De a lényeg, hogy elhárult a veszély. És Sturridge már kéri is vissza, egy csodatos csellel viszi el a szélen, Sturridge elindul befelé, Hunter kéri, Hunter megkapja, de Tom Maguire, a fiatal angol védő, fiatal? Maguire valamennyire még fiatal. Hunter közben tovább, Sturridge-ig emelni kéne! Szöglet. Kevés volt a hely, de megoldottuk. Wijnaldum teszi be. Hunter kapásból. A védelem felszabadít, de marad nálunk a labda. Híveljük előre. Jó az észrevétel. Moreno. Wijnaldum. Szabálytalanság. Ez nekem onnan lövőhelyzet. Mondom lövőhelyzet. James Milner, a veterán angol. Hátrál. Alaposan kitalálja, hogy hogy lesz ez jó. Egy kicsit jobbra mennyi, kedves fiam. Úgy. Tökéletes. Lőni akartam már megint. Az irányítással vannak problémák. James Milner. Neki fut. Bombázza. Hát. A szabadrugásaim valószínűleg ebben a FIFA részben már nem lesznek jobbak, de hát ha jövőre össze tudom hozni a dolgot. Mondjuk lőttem már szabadrugás gólt, úgyhogy egy szavatok nem lehet. Diomande. Rossz a passz, de Lucas meg tudja tartani egészen eddig a pillanatig. Liverpooli támadás, mint megszokhattuk. Wijnaldum Huntert keresi elől egy hosszú labdával. Huddlestone, majd Dawson tud biztosítani a hazai védelem. Livermore. Hosszú labda előre, Snodgrass. Vissza Maloney-nak, becsúsznak ott középen. De nem sikerül elhalászni a labdát. Maloney. Robertson. A Hull City is lassan kezdi feladni a három pontot. Itt a 78. percben ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy Miller megszerzi a labdát. És keresztbe íveli. Sturridge fejesét még védi a kapus. De ott marad a labda a 16-oson belül. Sturridge. Megveri a védőjét. Sturridge. Jó cselek. Sturridge befordul. Sturridge visszateszi lövésre. Ott a bum! McGregor. Micsoda mentés volt. Tovább növelhette volna az előnyét a Liverpool itt a végén. Szép a visszatett labda, kőkemény a bomba, és úszik a kapus a levegőben a fizikát meghazudtolva. Kár érte. Wijnaldum szöglete a hosszúra. Hát annyira hosszúra ment, hogy jó lövés, bedobás. Jöhet a Hull City. 5 perc van hátra a mérkőzésből. Továbbra is két gólos előny. Azért még egy harmadikat jó lenne verni. Robertson. Üresen indulhat meg, de a Liverpool már a szélen le is támad. Sturridge megszerzi. Milner, Hunter kéri középe. Hunter meg is kapja, Hunter átveszi, egy csel. Hát az szerintem szabálytalan volt, de ezzel nem fogunk összeverekedni. Hosszú labda. A fejpárbajt megnyeri a Hull City. Diomande, rángatják a mezét.
pontatlan a középretett labda. Na még egy gól, 2 percünk van, Milner, Staric kérje szélen, meg is kapja, Staric begyújtja a rakétákat, a hálvédő csak kamillázik, Staric egy jó középretett labda kell, elcsúszik Hunter előtt, és Stewart mellé bombáz. Staric nagyon él most a szélen itt az utolsó negyed órában, másodszor megy el és teszi középre, de a kapáslövés ezúttal sem volt az igazi. Úgyhogy talán ez volt az első helyett a második játékrész utolsó momentuma, bár még egy liverpooli labdaszerzés, de Wijnaldum eladja, úgyhogy 2-0-val zárunk, a 3 pont megvan. Szerintem egész látványosan is játszottunk, úgyhogy igazából panaszra nem lehet ok. Alexander 7,1-es értékelést kapott. Én egy lájkot szeretnék kérni, mint értékelést tőletek. Nagyon remélem, hogy tetszik ez a sorozat. Hogyha először jártok itt, nehogy Isten, ne felejtsetek el feliratkozni. Én még mindig Nessai vagyok, drága pingvinek, legyen nagyon szép napotok. Na, szevasztok!